Miért lepődünk meg, hogy vegán? A zsiráfok amúgy is vegánok. De én ezzel rögtem! A vegetáriánusra még tisztában vannak, ugye, hogy nem eszik hús, de tojás sajtot igen. A vegán pedig az, aki se tojás, se sajt. Szóval semmi, ami állattól származik, semmi ilyesmi. Szimo egy igen speciális játékos, tehát az ő magassága az mindenképpen extra. Ugye az erőssége a távoli zónákból való átlövések. Én azt gondolom, hogy kifejezetten jó keze van. Egyre fontosabb szerepet játszik a mi csapatunk életében. Planéta Simonetta 8 éves kora óta kézilabdázik. Már 17 évesen tagja volt a magyar válogatottnak. Játszott bajnokok ligájában, Európa és világbajnokságokon, 2016-ban pedig akkori klubjával megnyerték a német szuperkupát. 22 éve élsportoló, 3 éve pedig növényétrendet követ. Ugye az első reakció az mindig az, hogy miért, meg hogy nem fog-e hiányozni ez meg ez. Mindenki azt kérdezi, hogy tudod-e, hogy a szója az egészségtelen, akkor mondom, hogy igen, de a tofu az nem génmódosított, és bio, és Magyarországon csinálják, szóval, hogyha utána jár mindenki a dolognak, akkor szerintem tényleg bizonyított tény, hogy ez nagyon egészséges. Csak hát ugye kell egy elhatározás, hogy most ezt meg akarja valaki próbálni. Igazából, amikor reggel 9-kor edzünk, akkor annyira nem szoktam reggelizni, de amikor mondjuk később edzünk, akkor szoktam egy nagy adag smoothie-t megcsinálni. Amit találok itthon, igazából azt szoktam beletenni. Most már beletettem fehérjeport, banán az mindig szokott lenni, bogyós gyümölcsöt mindig, mert azt nagyon szeretem, növényi tej, meg spirulinát szoktam, amitől nagyon nem lesz jó színe. Nem úgy fog kinézni, mint amit az interneten látnak az emberek, hogy olyan szép piros, viszont annál egészségesebb és gyulladáscsökkentő. Mérföldkőhöz érkezett fiatal jobbátlövőnk Planéta Simonetta karrierje, hiszen Kárl Erik bőnszövetségi kapitány első alkalommal hívta meg a felnőtt válogatott keretébe. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen fiatalon behívtak a válogatottba, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ott. De nagyon boldog vagyok miatta. Szeretném magamból kihozni a legjobbat. Le szeretném küzdeni a félelmeimet, és hát próbálom a legjobbat hozni. Én voltam az a tipikus, akit mondtak, hogy fiatal tehetség, de nem jött el ez a berobbanásos időszak, amikor a Győrbe voltam. Hát nem is tagadom meg, mások helyen is elmondtam, hogy nagyon magam alatt voltam, és fiatal felnőttként még pluszba, amikor alapból nagyon sok problémája van az embernek magával, ezt megélni így nyilvánosság előtt még nehezebb volt, és akkor így úgy döntöttünk a menedzserem, hogy a legjobb, hogyha újra kezdem, és elmegyek oda, ahol nem ismernek. Simonetta először Németországban, majd 2018-tól a francia Chambré Touraine nevű csapatban játszott. Ott a kézilabda az nagyon jól alakult, nagyon élveztem a játékot, szerintem pont erre volt szükségem, hogy nem értek magam körül igazából semmit, csak azt, amit mondanak nekem, hogy mi a feladat. Nem vagyok olyan lány, aki szereti, hogyha másra van utalva, ezért nagyon próbáltam minél hamarabb megtanulni a nyelvet. Fél év után megtanultam így, vagy legalábbis értettem nagyon sok mindent beszélni, az kicsit tovább tartott. És én tényleg nagyon élveztem az új kultúrát, a játék az tényleg nagyon, nagyon jól ment, sokat játszottam. De ahogy a legtöbb élsportoló, Simonetta is szenvedett a sérülései miatt. 2019 márciusától nem tudott pályára lépni. Ez a 2,5 éves kihagyásom az volt, hogy az achilleszeim voltak nagyon rossz állapotban. Reggelente, akinek már valaha fájt a sarka vagy az achillesze, tudja, hogy nem tud sétálni, hogy amíg nem melegszik be, addig egyszerűen képtelen vagy. Csak nekem ez odáig fajult, hogy cipőt nem tudtam magamon tartani, és mondtam, hogy én ezt nem bírom tovább. A 2018-as Európa-bajnokság volt az, amit még le tudtam hozni, de azt is úgy, hogy 0-24 kezeltek, és akkor ezt meg lehet műtve nekem a két sarkam egyszerre, mert mondtam, hogy időt nem akarok pazarolni. Amúgy ezt nem is éltem meg olyan rosszul, mert fejben már készültem arra, hogy nekem jobb lesz a műtét után. És akkor utána jött a fekete leves, hogy már fájt nekem előtte a térdem, de ugye azt mondtuk, hogy hát ugye kompenzálok a sarkaim miatt, és ezért fáj minden. Kiderült, hogy nem. És mozaik plasztikára volt szükség. Akkor azt ott egy kicsit összetörtem. Utána visszamentem rehabozni, nem haladt a lábam. Jött még egy műtét, azt már Párizsban csináltuk újra, és már nem tudom mennyi hónap volt a rehabban, és akkor volt egy rossz mozdulatom, és akkor megint azt éreztem, hogy ez roppan, és valami nagyon nem jó. A több sikertelen műtét és a rehabilitációk miatt Simonetta összesen 791 napig nem tudott játszani. Miközben azt érezte, hogy a karrierjének vége, beütött a Covid is.
Franciaországban a lakásból se lehetett kimenni, amikor karantén volt, akkor ugye a sok kihagyás miatt azért már egy enyhetest képzavar előjött, főleg úgy, hogy ugye ismered magad izmosan előtte, itt egyáltalán nem, plusz még jön rád a kiló, szóval hogy így próbáltam valami megoldást találni. Pluszban még ilyen evés hullámok is rám törtek, szóval nagyon ilyen érzelmi evő voltam. És igazából akkor jött ki ez a Game Changer film a Netflixen. A Netflix dokumentumfilmjében élsportolók beszélnek arról, hogyan változtatta meg az életüket a növényi étrend. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Szóval én ott már mindenre kész voltam, hogy akkor kész vége a kézilabdának, május végén hazamegyek, akkor elkezdek dolgozni mást. És igazából úgy voltam vele, hogy akkor most ezt kipróbálom, amíg karantén van, de hogyha netalántán elkezdek edzeni, futni, és nincs annyi energiám, nem csinálom jól, akkor abba hagyom, és akkor visszahozom a többi élelmiszert. És csodák csodájára, a rehabom jól ment, és még 3 meccset tudtam kint játszani Franciaországban. Egy hét alatt brutális változást éreztem, de ugye 2 hét és 1 hónap végére teljesen azt éreztem, hogy ez nagyon jó, hogy jól alszok, nem akarok nassolni, és hogy élmény enni. Persze, a térdeimben a porckopást azt nem tudja visszahozni semmi, de a húzódásos sérüléseim, amik előtte borzasztóak voltak, azok megszűntek. A gyulladás a szervezetemben, nekem a vállam, a bokáim nagyon, nagyon rosszak voltak, ezek mind elmúltak. Ezt viszont tényleg nem tudom azt mondani, hogy most akkor én jobban bírom a futást, vagy hogy gyorsabb lettem, nem tudom. Ugye még rehab közbe kezdtem. Viszont az is biztos, hogy amikor teszteket csinálunk, mondjuk futóteszteket, erőnléti teszteket, fejlődök benne. Csinálunk ilyen szeka testelemzést. Teljesen lehet látni azt, hogy zsírból lement, izomból jött. Nem az, hogy negatív hatása lenne, hanem azt mondom, hogy ugyanúgy lehet sportolni mellette, sőt, én azt mondom, hogy mivel változatosabban eszik, szerintem egy vegán, itt sokkal több ásványanyagot, vitamint és minden élelmiszert így bevisz ezzel. Pokéból. Én most kuszkuszt fogok csinálni, mert ez ráadásul nagyon gyorsan el is készül. Ehhez csináltam már előre 2 tepsi zöldséget, répa, cukkini, lila káposzta, édes krumpli, karfior és padrizsán. Friss zöldségnek az uborka paradicsom, meg ugye a protein a tofu. Nem szeretek konyhában lenni, szóval, hogy tudok azonosulni azokkal, akik azt mondják, hogy persze ez tök jó, de hogy nincs időm megcsinálni. Szoktam olyat csinálni, egy vasárnapi nap, nagyon sokat főzök, és akkor bedobozolom. Inkább a hozzávalók azok, amik így újak voltak. Rizsből egyfajta volt, ennyi fajta lisztet nem ismertem, kuszkuszbulgur semmi. Utifűmakhéj, azzal szoktam sűríteni. Te változatosabban eszel, mióta vegán vagy? Sokkal. Sokkal. Hát előtte, szerintem előtte a zöldség néven nálam, ami futott, az a paradicsom volt, meg paprika. Szinte alig ettem bármilyen más zöldséget. És most meg el sem tudom képzelni, hogy nem eszek zöldséget. A kajakóma. Szóval, hogy azt szerintem mindenki ismeri. És nekem az nincs. Nagyon érdekes látni, amikor mondjuk karácsonykor családdal vagyunk, és akkor, hogy ők hogy vannak egy kajálás után, meg én hogy vagyok. Ez valami nagyon egészséges, Timo? Vegán. Vegán, ugye? Lehet érezni, hogy valami... Valami már... nem jó. Valami olyan fura, nem? Én nagyon ilyen maradi vagyok a táplálkozás terén, tehát teljesen a másik véglet. Én szeretem a magyaros ételeket, de mindig, amikor Simo hoz nekünk süteményt, én azokat megkóstolom, és nem tudom azt mondani, hogy nem jó, sőt, ízlenek. Ez a citromos kenyér, ez meg csak is magyaróvajas már. A citromos kenyér. És mind a kettőből lehet? Persze. Nem csalódtunk Simóban most sem. A táplálkozás már régóta bebizonyosodott,
hogy egy nagyon fontos szelete annak, hogy egy sportoló folyamatosan azt a csúcs teljesítményt tudja produkálni hétről hétre, amit elvárunk tőle. Nem is szeretném se pozitív vagy negatív oldalról értékelni azt, hogy egy sportoló vegán. Alapvetően bízom abban, hogy ez egy jó irány, és hogyha ő ebben bízik, például most gondolok a Simóra, vagy azok a játékosok, és úgy gondolják, hogy ettől jobb teljesítményt tudnak nyújtani, segíti őket nem csak a hétköznapi életben, hanem a pályán is, akkor én nem mindenképpen azt tudom mondani, hogy örülök neki. Anyukám teljesen nyitott volt, apukám meg egy tipikus magyar apuka, aki azt mondja, hogy húst hússal. Őt meg azzal tudtam meggyőzni, hogy ugyanúgy tudtam játszani, vissza tudtam kerülni válogatottba vegánként, tudtam gólokat dobni, tudtam játszani, és akkor mondtam, hogy látod, akkor meg lehet hagyni ezt nekem, azt mondta, hogy jó van, legyen. Ez a francia időszak, ez erről is szólt, ez az önismeret, elfogadni magad, valahogy túlélni a nagyon negatív részt. Amikor kezdtem jól érezni magam a bőrömbe, és jól érezni magam minden téren, akkor jött így a vegánság, és akkor lettem így érett mindenre. Meddig kéziznék? Amíg úgy érzem, hogy bírja a testem, addig fogom csinálni. Szóval egy 2 évet minimum látok még magam előtt, ne talán 3-at, de nem szeretnék így idézősen a normál életben nagyon későn belecsöppenni. Ami nagyon nagy álmom, és el tudom magam képzelni, az, hogy vegán süteményeket készítek. Tényleg nem egy diéta, hanem egy ilyen életmódváltás. Sziasztok, Ács Bori vagyok, a Telex újságírója. Én pedig Keve Marci, szakács. Az ízfokozóban ételek és receptek történetéről, elméletéről, divatjairól fogunk beszélgetni úgy, ahogyan az egy éttermi és egy hétköznapi konyhán történik. Mitől ízlik nekünk annyira egy étel, legyen szó egy paradicsomról, anyukánk fösztjéről, vagy nehogy is egy hamburgerről. Hogyan lesz egy fogás felejthetetlen? Hogyan határozza meg az ízlésünket az élelmiszeripar, és az, hogy mikor mit menő vagy ciki enni és főzni? Hallgassátok meg az ízfokozót a Telexen, amelyben egy szakács és egy újságíró beszélgetnek ételekről és főzésről. Adásainkat megtaláljátok a Telexen kívül az új podcastes YouTube csatornánkon, Spotify-on, Apple-ön és a Google podcastek között is. Iratkozzatok fel és kövessetek be minket!